Sziasztok! A mai alkalommal a stringekkel, vagy ahogyan szokták mondani, a karakterláncokkal fogunk megismerkedni. A stringek a Python típusrendszerén belül a sorozat típusok közé tartozik, és immutábilisak. Stringeket, meg az, hogy ez mit jelent, pontosan mindjárt megnézzük, de stringeket, ahogy már az előző videóban is láthattuk, az idézőjellel, vagy az apostrof jellel lehet létrehozni. Hozzunk is létre egy stringet, ugye, először is ö, az idézőjelekkel, jelekkel, Monty legyen a string 1, a string 2 pedig, ugye, apostófal a Python, és a stringeket ö, fűzzük össze a plusz műveleti jellel, ugye már ezzel is láttunk az előző videókban példát, tehát string 1 plusz string 2, és az összefűzés eredményét, ide még egy szó köz azért fog lenni, hogy szépen nézzen ki, eredményét a print függvényünkkel, ahogyan szoktuk, írjuk ki. Jó? Monty Python, sikeres volt látható, hogy idézőjelekkel és apostóffal is létre lehet hozni stringeket, és a stringeket a plusz operátor segítségével egymáshoz lehet fűzni. A stringeket természetesen lehet módosítani, erre nézzünk megint egy operátort, ugye számoknál a plusz egyenlőség jellel egy, egy, delta értéket tudtuk növelni az adott változónk értékét, hát ennek a segítségével ugyanúgy összetudunk fűzni egymáshoz eltérő stringeket. Tehát, hogyha az egyik string végéhez szeretnénk egy másik stringet hozzáfűzni, akkor megtehetjük azt, hogy a string egyhez Ugye a szó közt, ami itt alul volt a, ebbe a sorba, azt hozzáfűzzük a plusz egyenlőséggel, majd ehhez jön a Python ö, érték, és ugye az izát az most nem kell, mert a string egybe, mivel mindig a string végéhez fűzzük a következő stringnek az értékét, már összeállt a mondatunk, és ha kiíratjuk a string egyet, és nem hibáztunk, Hopp, de hibáztunk, ez itt lemaradt, mert ugye újra feltöltöttük a Sing egyet a Pythonnal, de a plusz egyes egyenlőség jelen látható, hogy ugye a végéhez, az előző értés végéhez fogjuk fűzni, lefordítjuk, megjelent a Monty Python, hát egy felkiáltó jelet is azért fűzzünk hozzá, hogy jól rögzüljenek a dolgok, és látható, hogy Monty Python, szuper, Na most, mivel a stringek a sorozat típusok közé tartoznak, ez azt jelenti, hogy egy string nem más, mint karakterek egymáshoz fűzve, ugyanígy el lehet képzelni, hogy plusz egyenlőség jellel minden egyes karaktert szépen összefűzve tárolunk el együtt egy stringen belül. Azaz, ha ez egy lista, és akkor meg lehet címezni ennek a sorozatnak bármelyik elemét, karakterét. Na tegyük is ezt meg, és mondjuk azt, hogy a stringünk, aminek ugye az értéke a Python, ugye mi más lehetne, ennek keressük meg az első karakterét, erre mutató index változónak az értéke ugye nulla lesz, hiszen a sorozatnak az első eleme az a nullás indexet címezhető meg, ezt szokjuk meg, és miután ez megvan, írjuk ki, hogy print, és a print, print függvénynek, ugye adjuk át a string változónkat, de most már ö, szögletes zárójelek között címezzük meg az indexel az adott ö, karakterét, tehát a nullás helyen lévőt, és ha lefordítom, akkor látható, hogy egy nagy P betűt kaptam, ugye ez a Python. Ha ide most azt írom, hogy 5, akkor pedig egy N betűt kaptam, tehát a python a végét. Ha pedig azt mondom, hogy a T betűt szeretném, akkor 01-2, ugye ez a harmadik karakter, 2, mentünk, és látható, hogy megjelent. De látható, hogy a szing nem más, mint karakterek egymáshoz fűzve, és ezek a karakterek megcímezhetők. Jó, na most ha van ilyen karakterünk, és láthatjuk, hogy indexálni lehet őket, le is kérhetjük egy karakternek a hosszát, ez pedig ugye a Pythonba beépített length függvénygel valósítható meg, ugye a szingek hossza. Mondjuk azt, hogy a count, tehát hogy hány darab karakter van benne, azt a len függvényel, fogjuk meghatározni, átadjuk neki a string változónkat, majd kiírjuk a printer a count változónak a, az értékét. Na most látható, hogy 6. Ennél azért legyen beszédesebb a konzolon megjelenő ő, ki, ő, érték. Mondjuk azt, hogy ugye a karakterek száma, ugye amit tanultunk, azt próbáljuk meg felhasználni szóköz, és plusszal fűzzük hozzá ehhez a count értéket. Kaptunk egy hibát, de nem baj, mert a plusz helyett a veszőt adjuk meg, mentjük le, fordítjuk, és látható, hogy megjelent a karakterek száma 2.6-os érték. És itt ugye ilyenkor, ha veszővel válaszuk el, nincs szükség a a plusz műveleti jelre. Ugye a NAN értékről a számoknál, amikor a változókkal és a számokkal foglalkoztunk, jobban beszéltünk, ugye egy stringnek is lehet üres értéke, de ilyenkor ugye, ezt úgy adjuk meg, hogy a stringünknek a idézőjelek között nem adunk semmilyen értéket, tehát üresen maradnak, és ekkor üres stringet hozunk létre. Ezt le tudjuk ellenőrizni megint csak logikai úton az if feltétellel, hiszen ha azt mondjuk, hogy if not str, akkor ugye kiírjuk a konzolva, hogy üres string. Jó? Látható, hogy valóban egy üres stringet hoztunk létre. Miért is? A Pythonban az üres szingek force hamis értének feleltethetők meg. Amikor ifben if-ben rákérdezünk a stringre, a Python visszaad egy force értéket, amit a not kúj tagadunk, tehát a false ból egy true-igaz érték lesz, és ezért fog lefutni a print ö, képernyő kíró ö, utasításunk. Ha ide beírjuk, hogy alma, akkor ugyan hibát nem kapunk, de nem is jelenik meg a felirat, hiszen már a stringünk nem üres. Ha visszalakom, akkor pedig ugye újra lefut. Még ezzel későbbiekben fogunk ö, foglalkozni. Ugye az előző példámon már láttuk, hogy a plusz összefűzés helyett megtehetjük azt, hogy a print függvényben ö, veszővel elfálasztva ö, adjuk meg a kiírandó stringeket. Ez egy könnyebb út. Ugye ha azt mondom, hogy a ném változó értéke legyen az, hogy Péter és ki akarom írni azt, hogy print ö, a kereszt nevem, kettős pont, vessző ném, akkor gyönyörű szépen megjelenik, hogy a kereszt nevem, ö, kettős pont, szóköz, Péter. Tehát ezzel nagyon szépen lehet dolgozni. De ennek van egy további jelentősége, mégpedig az, hogy matematikai műveleteket is el tudunk végezni a print függvényen belül, tehát stringeken belül. Ugye nézzünk erre is egy példát, hozzunk léte egy x nevű változót, adjunk neki értéknek négyet, hozzunk létre egy y-t, adjunk neki azt, hogy kettő, és írjuk ki az eredményt, ugye az eredmény, és azt mondjuk, hogy ugye vesző, x plusz y. Látod, hogy 6. Lehet osztás is, természetesen kivonás is, és ahogyan láttuk, ugye szózás is. Jó? Tehát a Veszővel, a vesző után két integer típusú változót hajtunk régen egy műveletet, ugye, az adott operátor segítségével, és az eredményt formázzuk bele a kimenetbe. Na most rengeteg string metódus van, ugye a metódusok azok a függvények, amelyeket egy objektumon hívunk meg, majd erről későbbi ebben, ugye ezt sokszor mondtam már, de valóban majd később fogunk a mélyére ásni a Python-nak, tehát rengeteg String metódus van, ami segíti a szövegeknek a formázását. Ebből az egyik érdekesség, az úgynevezett kéz névre hallgató metódus, ez azt csinálja, hogy kap egy Stringet, és a kisbetűket nagybetűre változtatja, a nagybetűket pedig kisbetűre változtatja a, kimenet, a kimeneti oldalon. Tehát a bemeneti Stringet tükrözi a kisbetűket és nagybetűket a kimeneten. Na nézzük meg ezt, hiszen ez valószínűleg egyszerű megmutatni, mint elmondani. Létehozunk egy string változót, és mondjuk azt, hogy ez a föld, jó, tehát elgépeltük, de nem baj, mert ezután úgy fogjuk meghívni a printet, hogy string, és ugye egy metódust fogunk meghívni, pont, és azt mondjuk, hogy swap kéz, és zárójel nyit és zárt. És ha minden jó, és bildelünk, megjelent, hogy ugye ez a föld. Hát ugye még itt az A betűt, hogy szép legyen, ezt nagyra átállítom, és akkor látható, hogy valóban, hogy ami nagybetű volt, az kisbetű ami pedig kisbetű volt, az nagybetű lett. Jó. Stringeket már összefűztünk, de most nézzük meg, hogy hogyan lehet stringeket feldarabolni. Nagyon sokszor lesz erre az ismerete szükségünk. Ugye megfordítjuk az eddigi összeadást, összefűzést darabolásra. Mondjuk azt, hogy van nekünk egy nevünk, amit ugye föl szeretnénk bontani, tehát egy full name, ami azt mondja, hogy föl szeretnénk bontani ezt a full name változót keresztnévre és családnévre. Ugye legyen a nevünk Naiman János, és a names változóba töltsük bele a full name feldarabolt változatát, és ezt a split metódusa tesszük meg, és mi legyen az a karakter, ami mentén darabolunk, a szó köz. Természetesen ezt tetszőleges, bármilyen más karakter is lehet. Tehát a Names-be betöltjük. Ezbe a listába az első lesz a Najman, a második pedig a János, ezért, hogy a listátból a János ki tudjuk íratni, ezért a Names változót megcímezzük, és azt mondjuk, hogy az egyes elemét írassuk ki, és látható, hogy megjelenik az, hogy János. Ha a nullás elemét kérnémne, akkor pedig ugye a Najman. Hát ami még gyakran előjön az a kis és a nagybetűs átalakítás a szingeknél. Ezt is lessük meg. Hát az előző példánk jó lett volna, hogy azt mondjuk, hogy ez a föld, jó, így azt mondjuk, hogy print ö, string, és meghívjuk a apple metódust, jó? Minden karakter nagy betűs lett, bármilyet is írtunk be, és megvan ennek ugye a kisbetűsé alakított alakításhoz szükséges változat, ez a lower ö, változat, és itt pedig ugye minden karakter, bármilyen is volt, kicsi vagy nagy, Kisbetűként jelenik meg a kimeneten. Jó. És még egy utolsó, mert ugye a string téma az nagyon nagy, rengeteg metódus eljárás van, amivel ugye lehet ezeket a szövegeket feldolgozni. Nem lesz más, mint a szövegrészek lecserélése. Jó? Ehhez is létehozunk egy stringet, és azt mondjuk, hogy a, a kutya az ember legjobb, barátja látja, felkiáltó jel, ugye? Na most, hát én ezt nem fogadom el, és azt mondom, hogy ez nem igaz, meghekkeljük ezt az állítást, és azt mondjuk, hogy a new változóba beírjuk azt, hogy a macska, ugye? És hát mit kell lecserélnünk ebbe a mondatba? Természetesen a kutyát, macskára, és kiírjuk, hogy print, stf, tehát a stringünk, replace, replace ö, kutya, meg fogja keresni a szövegen belül a kutya részt, jó? és ezután meg kell adnunk a replace metódusnak, hogy mire cserélje le a kutyát, ez a new változónk, ami ugye a macska, és ha mindent jól csináltunk, akkor azt kapjuk a kimeneten, hogy a macska az ember legjobb barátja. És akkor ezzel be is fejeznénk a mai kis ízelítőnket a szingek világával kapcsolatosan, a dokumentációban még rengeteg információ van, ahogyan haladunk egyre mélyebben, úgy fogjuk ezeket a részleteket, ismereteket feltárni, akkor is tegyetek velem, sziasztok!